Háló, sziasztok! Hát ez most ismét egy rendhagyó csütörtöki hack, ugyanis tegnap kellett volna leforgatnom este ezt a részt, de mindenféle szerver szerelése voltam elfoglalva, úgyhogy ez most kimaradt, és igazából gondoltam is arra, hogy ez a rész az maradjon ki, ugye egy évad az 50 részből áll, de hát mindegy, nem maradjon ki most egy hét se, inkább pihenjünk majd karácsonykor. Szóval amiért végül mégiscsak kamerát ragadtam, az nem más, mint az, hogy na igen, szóval megint a Facebook. Több dolog is történt a héten. Első körben megkeresett egy hölgy, nagyon kétségbe esve, hogy neki feltörték a Facebookját, van egy Facebook oldala, ami hát nagyon fontos neki az üzletéhez, és eltűntek a követői. És megkérdeztem, hogy pontosan mit ért ez alatt, és elmondta azt, hogy mikor a mobilról rámegy valaki az oldalra, rákeres, akkor nem írja ki a Facebook, hogy hány követője van, úgyhogy biztos, hogy meghekkelték. És próbáltam elmagyarázni azt, hogy azért ez nem így működik, hogy egy Facebook fiókot feltörnek, az nem úgy fog kinézni, hogy akkor a követők úgymond eltűnnek, vagy nullára váltanak, vagy nem mutatja a Facebook követőket, hanem az egész más jellegű, például az, hogy az ő nevében posztolnak, vagy elköltik a hirdetési keretet, vagy hasonló. De ragaszkodott ahhoz, hogy de ez már pedig látszódott, és igen, tehát látszódnia kell annak, hogy ott neki hány ezer követője van, mert ez építi a bizalmat. Úgyhogy ránéztem erre a Facebook oldalra, és azt láttam, hogy hát igazából ezek a dolgok, ezek abszolút látszódnak, csak bele kell kattintani már a Facebook oldalba, hogy lásd az, hogy hány ezer követője van a hölgynek. Na, ugorjunk át egy árkot. Na, szóval igen, látni kell a követők számának, ő ezt így gondolta, és hogy az előző napig látszott is. És ilyenkor mindig elmondom, hogy simán lehet az, hogy a Facebook esetleg kirakott egy frissítést, mert hogy a Facebook azért szokott frissíteni, és ezzel a frissítéssel mondjuk optimalizálta valamit a mobil megjelenítésen, és ha neked bizonyos típusú oldalad van, és megvan adva az, hogy mi a nyitvatartási időt, akkor lehet, hogy már le fogja venni azt a megjelenítést a kezdő oldalról, hogy neked hány követőd van. De hogyha bemész a közösség fülbe, akkor ott látszik. Szóval tisztázzuk azt, hogyha esetleg valakinek a Facebookját föltörik, az nem ebben fog megnyilvánulni, hogy a Facebook bizonyos funkciói máshogy működnek. Persze, elvégben van rá lehetőség, hogy ilyen módon törjék fel a Facebookot, hogy oda valamilyen kódot helyezzenek el pluszba, ami mondjuk letiltja valakinél azt, hogy látszódjon, hogy hány követője van. De én azt gondolom továbbra is, hogy a Facebook és a Facebook által folytatott bug bounty programok hatására azért ilyen jellegű biztonsági rés az nem igazán kéne, hogy legyen a Facebookban. És tegyük fel, hogy esetleg lenne ilyen. Akkor jön a másik probléma, amivel szembesültem, hogy hát manapság nem tudom, hogy menő hackernek lenni, vagy mindenki hackernek gondolja magát, vagy nem is tudom, hogy lehet ezt összefoglalni, de a hölgy elmondta nekem, hogy ő a Facebookon próbált hackereket keresni, hogy valahogy ezt helyrehozza. És a hackerek megmondták neki, hogy igen, ilyen Facebook törésekre vannak szoftverek, és azon keresztül csinálják. Én meg csak fogom a fejemet, hogy Istenem, ne legyünk naívak. Tehát az összes ilyen wannabe hacker, aki azt gondolja, hogy hú, hackernek lenni, az biztos menő, és akkor én most azt mondom magamról, hogy hacker vagyok, és ilyen hülyeségeket fogok terjeszteni. Na mindegy, szóval én ettől nagyon, nagyon ki tudok lenni. Mert hogy gondoljunk már bele abba, hogyha tényleg lennének ilyen jellegű szoftverek, amivel tök könnyű föltörni a Facebookot, akkor szerintetek a Facebook a mai napon működhetne egyáltalán? Nyilvánvalóan nem. És mindig elmondom, hogy általában nem a Facebooknak a rendszerét támadják, mert az eléggé biztonságos, hanem mindig az naív felhasználót. A naív felhasználó rákattint egy linkre, elviszik egy phishing oldalra, ott megszerzik az adatait, vagy kiszivárgott valonnan egy feltört szájtról az ő e-mail címe, jelszava, és ugyanazt használja mindenhol, és akkor természetesen be lehet vele lépni a Facebookra is, ha nincs beállítva például a két lépés azonosítás, bla 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 bla. Szóval, lássuk azt, hogy, és jegyezzel mindenki, hogy nem kell mindig rémeket látni, hogyha valami funkció megváltozik a Facebookon, akkor nem kell rögtön arra gyanakodnod, hogy téged aztán mennyire feltörtek és meghackeltek, és biztos a rossz akaróid, mert azért nem így működik ez a dolog. Jó? És akkor térjünk erre vissza, hogy vajon hackernek lenni az mennyire menő vagy nem menő, és persze én ugyanúgy vagyok ezzel is, hogy mindig elmondom azt, hogy hackernek lenni az ugyanúgy csak egy szakma.
Ugyanúgy, mint hogyha én egy autószerelő lennék, vagy nem tudom, varrónő, vagy tök mindegy. És mindegyik szakmának megvan a szépsége, és lehet, hogyha mondjuk varrónő lennék, ügyeség mondok, akkor tök jól tudnék varni a Gucci-nak cuccokat, és nyilván az egy menő, hogyha egy varrónő a Gucci-nak van cuccokat. Jó? De a hackerés sem egy szuper unikornis tevékenység, hanem egy szakma, amit lehet jól üzni, lehet rosszul üzni, de attól még, hogy én azt állítom magamnak, hogy én varrónő vagyok, de nem oda senkinek, de én egyébként varrónő vagyok, és olyanokat varrok, és vannak ilyen varró szoftverek, szóval nem kell elhinni. Jó? És egy kicsit ez így azért bánt engem, hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy ezt mondják magukról, és nagyon sokan meg elhiszik azt, amit ezek az emberek mondanak magukról, de nem. A hackerés az nem ilyen. Jó? Egyébként meg, hogyha valaki hacker akar lenni, akkor ne ezt híresztelje magáról, hanem végezzen el egy tanfolyamot, képezze ki magát. Ott van még augusztus 31-ig az etikus hacker mentorprogram, ami ugye ott hát nem előrelátott ideig be fog zárni, viszont ami jó hír az, hogy úgy néz ki, hogy aki augusztus 31-ig befizet rá és elkezdi, neki a mentorálásod mehet végig mindenféle jogszabályi megkötések, meg korlátozások, meg adatjelentések minden nélkül, hiszen a tanfolyam kezdete az, ami igazából számít, tehát augusztus 31-ig, hogyha még befizetsz, addig tud elérni egyébként a tanfolyamot, akkor mindenféle probléma nélkül a mentorálás mehet végig, ami nem csak a tanfolyam végig tart, hanem utána is, hogyha akarsz OSCP vizsgát, vagy egyebeket, akkor természetesen számíthatsz a segítségemre. Na de kanyarodjunk is egy kicsit vissza most ez a dologhoz, hogy a Facebook, meg a hackerek, hogy ezekkel mi van, és hogy ez a hölgy is mondta, hogy neki, aki a marketingét csinálta, az egyébként egy hacker, hacker marketinges, az is fura mondjuk, de mindegy, és hogy bizony ilyeneket csinálnak, és a Facebook így meg úgy törhető, és őt tönkre akarják tenni, ezért csinálták azt. És én akkor mindig elmondom, hogy gondoljunk már bele abba, hogyha van egy hacker, aki tud egy ilyen sérülékenységet a Facebookon, az olyan arra használja, hogy gyakorlatilag nyereség nélkül valakit tönkre tegyen, aki egyébként nem tolvaj, meg nem gyerekpornót forgat, meg ilyesmi, hanem egy üzleti vállalkozása van, vagy inkább ezt a hibát bejelenti a Facebooknál, vagy bug bounty programba, és mondjuk kap érte 8-10 ezer dollárt. Hát el lehet dönteni, hogy kinek mi a fontos, amin azt gondolom, hogy ha egy hackernek ilyen tudás van a birtokában, akkor az simán eladhatja mondjuk Facebooknál, bug bounty programnál. Persze lehet az is, hogy 0D sérülékenységet eladnak fekete piacon, de hát igen, sokkal inkább arra használják, mint arra, hogy akkor valakit tönkre tegyünk, mert nem tudom, nem tetszik a szeme színe. Aztán a másik dolog, amit mondott ez a hölgy, annak bizonyítékaként, hogy az ő marketingese az hacker, az, hogy ő benne van ilyen hacker csoportokban. Már hogy Facebook csoportokban. És hát igen, van egy csomó ilyen Facebook csoport, és igazából bárki jelentkezhet oda. Úgyhogy hát igen, nem olyan nehéz bekerülni ilyen csoportokba. Az a lényeg, hogy nem kell feleslegesen parázni, és mindig gondolkodjatok józan ésszel. Na, ez a mai rész, ez most ilyen erdőbe sétálós volt, és nagyjából csak kiöntöttem azt, ami a szívem van. Remélem, hogy tetszett, és remélem, hogy valaki tud azért ebből valamit tanulni. Na jó van, legyetek jók, és találkozunk már azon a jövő héten ismét. Sziasztok!